Ebből a puskaporos hangulatból már csak egyetlen egy felszólaló hiányzik. Egy felszólaló, akinek természetesen nevét szintúgy nem lehet leírni a Facebookon, sőt, több mint 200 ezer követővel rendelkező oldalát egyedüli magyar politikusként letörölte, elérhetetlenné lette, újraindíthatatlanná tette Magyarországon is a legnagyobb közösségi oldal. Következik tehát réges-régi bajtársunk, aki egyenes úttal a háta mögött érkezett ide a Corvin közbe, töretlen gerinccel és erős kézzel vezeti mozgalmunkat, és vezeti immár Ásotthalmot harmadszor megválasztott polgármesterként. Következzék tehát Torockai László! Tisztelt honfitársaim, kedves bajtársaim! 4 esztendővel ezelőtt Ásotthalmon, amit volt olyan idő, amikor egyenesen Ásotthalom országnak neveztünk, állítottunk egy szobrot. Több szobrot is állítottunk, de ma leginkább ez az emlékmű az, amely illik ehhez a rendezvényhez, illik ehhez a dicsőséges naphoz. Ez a szobor Gábriel arkangyalt ábrázolja, és Tóbiás Klára művésznővel, a szobor alkotójával azt a nevet adtuk neki, hogy a hírhozó angyal. Hírhozó angyal, mert a szárnyára egy idézetet véstünk fel. Márai Sándor örökérvényű 1956 telén a forradalom leverése után megírt versének két sorát. Ez a két sor ez úgy szól, hogy angyal, vidd meg a hírt az égből, mindig új élet lesz a vérből. Amikor felírtuk a szobor az angyal szárnyaira, akkor többen értetlenül álltak a szobor előtt, megkérdezték tőlem, hogy mit is jelent tulajdonképpen ez a két sor. És akkor felolvastam az egész verset, amelynek részletei most is itt vannak ezen a papíron. Ha az egész verset elolvassuk, talán az 1956-os forradalom és a bolsevizmus rémuralma elleni szabadságharc talán legszebb tükre ez a vers. De ebben a versben nem csak az szerepel, hogy leverték ezt a forradalmat, nem csak az szerepel, hogy az a nemzetközi sátáni erő, amelyet 1956 környékén bolsevizmusnak neveztünk, ma pedig balliberális erőknek, az nem tudta elpusztítani a magyar népet, a magyar nemzetet, hanem az is szerepel ebben a csodálatos versben, hogy bár kiontották a vérünket, de mégis új élet lesz ebből a vérből. Mert nem lehet minket legyőzni. Nem lehet minket legyőzni, és nem csak minket, magyarokat nem lehetett legyőzni, hanem úgy tűnik, hogy van még némi ellenállás Európában is. Bár tagadhatatlan, hogy az az ellenállás, amelyről Kirityán Zsolt, nagyon régi barátom és bajtársam beszélt, az a régi ellenállás az, mintha megkopott volna ma, nem csak Magyarországon, hanem szerte Európában is. És írt Márai Sándor erről is ebben a versben. Hogy idézzek belőle? Földrészek népe nézi, nézi, egyik érti, másik nem érti, fejük csóválják, sok ez soknak, imádkoznak, vagy iszonyodnak, mert más lóg a fán, nem cukorkák. Népek Krisztusa Magyarország. Írta 1956 karácsonyához közeledve Márai Sándor, írta Magyarországról, és írta arról a földrészről, írta a nagyvilágról, és különösképpen Európáról, amely nagyon furcsán, de leginkább csendben nézte Magyarországot azon a fán,
nézte a népek Krisztusát, nézte a mi nemzetünket, amelyet legyőztek, a forradalmat vérbe folytották, de mégis ott volt Magyarország. És ez az Európa, sőt, ahogy a mi hazánk ezt megfogalmazta, az egész északi civilizáció most is ugyanígy dermedten nézi, évek óta tapasztaljuk ezt, Magyarországot. Nézett minket ott Ásotthalmon, a déli határ mentén 2014-2015 környékén, amikor az a borzalmas invázió ránk szakadt. Nézte, hogy ott időnként három mezőrrel védtük a határt, nézte, hogy van néhány magyar, nem vagyunk túl sokan, de vagyunk még néhányan, akik mindig a történelem bármilyen viharában megpróbálunk ellenállni. Megpróbáljuk megvédeni ezt a hazát, megpróbáljuk megvédeni a Kárpát-medencében található hazánkat, a mi hazánkat. És az a sötét nemzetközi sátáni erő, amely 1956-ban, sőt már 1945-ben igyekezett elpusztítani, legyőzni Magyarországot és körülötte egész Európát, az egész északi civilizációt, ez a sötét erő, ez továbbra sem nyugszik. Nem, hogy nem nyugszik, hanem sokkal erősebbé vált. Csak most már nem bolsevizmusnak, hanem balliberális oldalnak nevezzük őket. De valójában ugyanaz a cél. Tegnap, milyen érdekes az időzítés, tegnap például a brit parlament elfogadott egy olyan törvénymódosítást, amellyel sutba dobták a vérrel, fegyverrel kiharcolt szabadságjogokat Észak-Írországban. Mi lehetett vajon az a rendkívül fontos törvénymódosítás, amelyet a londoni parlamentnek meg kellett hoznia hosszú évtizedek után, hosszú évtizedek véres szabadságharca után először semmibe véve Észak-Írország széleskörű autonómiáját. Mi lehetett ez a rendkívül fontos kérdés? Hát kedves honfitársaim, magyar testvéreim, ez a nagyon fontos kérdés a londoni parlamentben az volt, hogy észrevették, hogy Írországban, tehát az Ír köztársaságban és Észak-Írországban is több mint 30 éve tiltják az abortuszt. Ez sürgősen, azonnal, még így október 23-a előtt, megkerülve az Észak-Ír a belfasti parlamentet, el kellett törölni, hogy végre szabad legyen a magzatgyilkosság. És mit gondoltok, mi volt még az a másik nagyon fontos dolog a szabad abortusz mellett? Természetesen, talán nem fogtok meglepődni ezen, a homoszexuálisok házassága, mint ma korunk egyik legfontosabb szabadságjoga, ugyebár egész Európában és Magyarországon is. Ha rátekintetek, én tegnap éjjel megtettem ezt, ha rátekintetek arra a térképre, arra a világ térképre, amely azt mutatja, hogy hol teljesen szabad az abortusz, nagyon érdekes lesz, ugyanis ez a térkép kiadja az északi civilizációt, amiről a mi hazánk beszél, ha kitekintünk a nagyvilágba. És ahol teljes a tiltás, olyan kontinens, mint Afrika. És ahol teljesen szabad, sőt lassan kötelező a homoszexuális házasság, az megint csak ez az északi civilizáció, amelyre mondhatnám azt, hogy Európa, de valójában Japánig terjed. És nem csak ezt látjuk ezen a térképen, hanem hogyha lapozunk egyet, megint csak a világ térképre nézünk, akkor azt látjuk, hogy hol fogyatkozik a legjobban a lakosság a világon, és megint ugyanezt a térképet kapjuk, az északi civilizáció,
és ezen belül sajnos Magyarország még mindig az első 10-ben van. És hol látjuk azt, hogy egy anyára 6 vagy annál több élveszületés jut, ez pedig megint Afrika, megint a földgolyóbics déli része. És milyen érdekes mindennek tükrében, hogy a brit parlament, a londoni parlament, amelynek legkeményebb harcai mindig a legközelebbi gyarmatával, Írországgal voltak, miközben az egész világot leigázták és gyarmati sorba taszították, ez a brit parlament tegnap a régi gyarmatai közül, mondjuk nem Nigériában, ahol egy anyára 6, 7, 8, 10 élveszületés jut, nem ott próbálja minden politikai erejét bevetve, szabadságjogokat sárba tiporva kötelezővé tenni az abortuszt, kötelezővé tenni a homoszexuális házasságot, hanem megint a legközelebbi gyarmatán, Észak-Írországban, és lobbizva ezért Írországban is. Egyébként Észak-Írország és Írország volt az utolsó olyan keresztény gyökerű európai náció, amely még természetes növekedést tudott produkálni a népszaporodást tekintve. Nem egy fogyatkozó, hanem sokkal szebb ez a szó, mint az előbbi, egy gyarapodó nemzet volt még mindez idáig. Látnunk kell ugyanis 1956. október 23-ára emlékezve, hogy az az erő, amely ellen a magyarok egyedüliként magukra hagyva, cserben hagyva szembeszálltak, az egy óriási nemzetközi erő volt már az 50-es években is, és ez ma is egy óriási, hatalmas nemzetközi erő. És ahogy évek óta mondjuk, a cél nem változott. A cél akkor is a fehér ember, az európai civilizáció, de ahogy a mi hazánk megfogalmazta, az északi civilizáció, hiszen még a japánokra is, hogy egészen keletre menjek, igaz ugyanaz a tendencia, amit az előbb vázoltam az írek esetében. Ennek az északi civilizációnak a térdre kényszerítése, nemzeteinek megsemmisítése volt a cél a bolsevizmus idején is, és a cél ugyanaz a bal liberalizmus idején is. Természetesen joggal teheti fel minden gondolkodó ember a kérdést, hogy miért cél ez? És már megint miért mi magyarok vagyunk azok, akik igyekszünk mutatni Európában az utat? Hát azért, mert sokkal könnyebb uralkodni olyan tömegeken, ahol már nincs kohéziós erő, ahol már nincs nemzettudat, ahol a társadalom valamennyi erős pillérét már ledöntötték, ahol, mint ahogy jelenleg napjainkban látjuk, már a család a célpont, már a hagyományos értékek elpusztítása a cél, mert a nemzeteket úgy tűnik és úgy látják, hogy térdre kényszerítették. És az az apátia, amire Kirityán Zsolt bajtársam is utalt már a beszédében, az az apátia ennek a jele. Ennek a térdre kényszerítésnek a jele, mert Európa és az egész északi civilizáció ugyanúgy csendben nézi ezt a népirtást, mint 1956-ban, amikor a világ eltűrte a magyarok ellenállásának vérbefolytását. A helyzet tehát alapvetően nem változott. A módszerek, amelyek mindig változnak. És ahogy tudjuk már hosszú évek óta, nem a tankok, hanem a bankok, sipított itt, visított itt az előbb a szembelévő bank riasztója is, érezve, hogy mindjárt rájuk térek. Most ezen keresztül, a pénzvilág modern módszerein keresztül folyik a népirtásunk. Mert irtani kell a magyart, irtani kell
a fehér embert, irtani kell az északi civilizáció valamennyi népét. Mert hogy nagyon-nagyon régi tervez. Mert hogy túl erősek vagyunk. Birodalom és kultúra teremtő nemzetek vagyunk. Olyan nemzetek, amelyeken holmi bankárok, gnóm ateisták, ahogy Zsolti mondta, nem tudnának erőt venni. De ha legyőznek minket, ha eltörik a gerincünket, ha feloldódunk, ha már gyermekeink, utódaink sem lesznek, akkor lehet uralkodni rajtunk. Akkor ezek az egyébként gnóm pénzemberek tudnak uralkodni rajtunk. Ezért kell ellenállni. Ezért nem lehet feladni azt az ellenállást, azt a harcot, amelyet sokan úgy éreznek, hogy már elvesztettünk. Amikor az előbb említett Facebook oldalamat törölték Zuckerbergék, akkor azzal szembesültem, és ez több hónapja sem csökken, hogy sokan azt hitték, hogy meghaltam, hogy én eltűntem, hogy én föladtam a harcot, mert naponta nem találkoznak a posztjaimmal. Hát ide jutottunk, kedves magyar testvéreim. Ez a célja ennek a sötét, sátáni nemzetközi erőnek. A virtuális világban akar minket legyőzni, mert a valódi csatatéren soha nem tudtak minket legyőzni. Mert ahogy Márai Sándor ezt megfogalmazta, mindig új élet lesz a vérből. De ha nincs vér, ha a háború a virtuális térben zajlik, akkor igen, akkor le fognak minket győzni. Akkor tényleg fel kell adnunk a harcot. Ezért különösen fontos, és ezért hihetetlenül tiszteletre méltó és becsülendő, hogy ti ma is itt vagytok, hogy eljöttetek, hogy nem valahol egy élő közvetítésben szeretnétek meghallgatni ezeket a beszédeket, megnézni ezt a műsort, úgysem találjátok sehol, mert már nem lehet élőben közvetíteni sem. El kell jönni, úgy, mint régen. Föl kell állni a fotelből, ki kell menni, ha kell az utcákra, úgy, mint 56-ban, vagy úgy, mint 2006-ban azt tettük. Mert másként nem fogunk győzni. Másként le fognak minket győzni. És ez nem ugyanaz. És ha már arról beszéltem, hogy mi a célja ennek a nemzetközi sötét, sátáni erőnek, akkor természetesen ki kell mondani, hogy ez akkor azt jelenti, hogy az északi civilizáció népei helyett valamiféle megfogyatkozott, identitását veszített, utódok nélkül élő, kevert népesség leszünk, kicsit bebarnulva? Igen. A válaszunk az, hogy ez a cél. És már hallom a jobbikosokat. Hallom, hogy azt mondják, hogy ez a Fidesz dumája, ez a Fidesz szövege. Hát nekik üzenem, de fogok még, nem csak Pongrácz András üzen nekik. Fogok még, mert ma ide pofátlankodnak, ezért vagyunk ebben a lehetetlen időben, mert lefoglalták, volt képük lefoglalni a Korvin közt. Szóval szinte már hallom, hogy ez a Fidesz szövege. Majd megírják jó barátaik a balliberális újságírók. Hát nem, kedves honfitársaim. Az a helyzet, hogy 25 éve én ezt mondom és írom, szó elszáll, az írás megmarad, utána lehet nézni, és nem csak én, hanem mindannyian, akik magyar hazafiak vagyunk. Annál is inkább mondjuk ezt évtizedek óta, mert hogy ez egy 1925-ben leírt tervnek a része. A Kalergi terv. A pán-európai terv más néven, így jobban hangzik, de a Kalergi terv az többet mond már nekünk, akik olvastuk ezt a művet. Tudjuk, hogy ez egy előre eldöntött forgatókönyv szerint halad.
És mi ezt évtizedek óta azért mondjuk, mert figyelmeztetni akarjuk a saját népünket, nemzetünket, sőt az egész északi civilizációt erre a rettenetes veszélyre, amellyel először csak rabszolgává teszik népeinket, aztán pedig meg is semmisítik és eltüntetik nemzeteinket. Annak semmi, de semmi jelentősége az olyan emberek számára, mint amilyenek mi vagyunk, hogy a Fidesz egy-két éve éppen felfedezte az 1925-ös Kalergi tervet. Ennek semmi jelentősége, mert nem megélhetési politikusok vagyunk. Nem aszerint változtatjuk a mondandónkat, az ideáinkat, hogy éppen honnan akarnak fizetni érte. Hogy éppen hol szerepelhetünk. Hogy megengedi-e méltóságos nagyúr Zuckerberg, hogy ezt elmondhassuk a Facebookon. És azt jó sokan lájkolhassák. Ha nem mondhatjuk el, akkor elmondjuk csak nektek. Ha csak 200-an vagyunk, vagy 300-an, akkor csak 300 embernek mondjuk el, nem 207 ezernek mondom el. De ettől még nem fogom megváltoztatni sem a mondandómat, sem az ideáimat, mert Zuckerbergnek ez éppen nem tetszik, vagy a balliberálisoknak ez éppen nem tetszik. És ha már azt mondtam, hogy üzenek a Jobbiknak, amely ide pofátlankodik, és amely meglepő módon még mindig létezik, bár valószínűleg ennek fő oka az éves szintű 2,7 milliárd forint, amit a párt maguk között, tagok között, vezetők között szétosztanak, akkor tényleg üzenek nekik, de nem szeretnék oda süllyedni, hogy saját szavaimmal esetleg érzelemdúsan üzenjek nekik. Ezért Márai Sándor előbb említett Mennyből az angyal című, talán az 1956-os forradalomról írt legszebb verssel üzenek. Van ugyanis ebben a versben rájuk vonatkozó rész is. Ez pedig így szól. Más lóg tehát a fán, nem cukorkák. Népek Krisztusa Magyarország, és elmegy sok ember előtte. A katona, ki szíven döfte, a farizeus, ki eladta, aki háromszor megtagadta. Vele mártott kezet a tálba, 30 ezüst pénzért kínálta, és amíg gyalázta, verte, szitta, testét ette és vérét itta. Ezek vagytok ti, megmaradt megélhetési jobbikosok. És ha már említettem a Jobbikot, hagy említsem meg Vona Gábort is, tudom, hogy sokan most meg fogtok lepődni. Mert sokan azt mondanátok, hogy, és jogosnak tűnik, ha azt mondjátok, hogy felejtsük el, percember volt, eltűnik, eltűnt. Nem, kedves testvéreim, a legnagyobb hiba lenne, hova tovább bűn, az árulást elfelejteni. Az árulókat soha nem felejthetjük. Nekik szembesülni kell, hallani kell minden egyes napon, és különösképpen október 23-án a bolsevizmus, a balliberális sátáni erő fölötti győzelem napján, hogy ők hova tartoznak. És azért említettem meg ezt az influencert, mert elemezte ő is az önkormányzati választások eredményét. Egy mondatot nekünk is szentelt hosszú videójában. Ebben az egy mondatban minden benne van.
az arcára van írva több dolog. A gyűlölet, most már végre gyűlöl minket. Az irítség, mert mi még mindig színpadon vagyunk, ő csak influencer a Facebook világában. És az óriási csalódás. Mert hogy mit mond? Azt mondja, hogy van egy harmadik út. Hú, de nehéz kimondania, de van egy harmadik út, ami nem az árulás útja. Van a Fideszé, a NER rendszeré, ahogy mondja Vona Gábor, és van a balliberális oldalé, a bolsevizmus útja. De vannak néhányan, lehet, hogy csak 300-an, de vannak, lehet, hogy csak ennyien, nem tudom, vagyunk-e 300-an ma itt a téren, de vannak néhányan, akik azt mondták, hogy megpróbálják a lehetetlent. Megpróbálják a harmadik utat, megpróbálnak maradni az eredeti úton. Függetlenül attól, hogy mit kínál a balliberális oldal, a bolsevik oldal, és függetlenül attól, hogy a Fidesz éppen mit csinál. Mi csak előre nézünk. Mi megyünk a saját tiszta, egyenes utunkon. És az a rettenetes csalódás Vona Gábor arcán az önkormányzati választási eredményünknek szól, mert ahol már ott vannak a tagjaink, ahol ott van a mi hazánk, ott valljuk be őszintén, hogy különösebb megerőltetés nélkül, pénz nélkül, és mindennél brutálisabb cenzúrával, hiszen még a közösségi média tere is bezáródott előttünk, képesek voltunk szinte lazán sétálva átlépni az 5%-ot. Márpedig az a parlamentbe jutás küszöbe mindössze másfél évvel a zászló bontásunk után. És higgyétek el, magyar testvéreim, hogy Vona Gábor azt is látta, hogy ahol zászlót bontottunk Csongrád megyében, ott 9,1%-ot értünk el, Ásotthalmon és a környékünkön pedig agyonvertük még a Fideszt is. A mi hazánk már messze a legerősebb párt. Micsoda rettenetes érzés lehet ez ennek az influencernek. Mert mit bizonyítunk mi? Mit bizonyítotok ti, akik ma is itt vagytok, eljöttetek, úgyhogy gyakorlatilag majd mondjátok el nekem utána, hogy honnan értesültetek egyáltalán a rendezvényről, mert hogy mindenhol tiltanak minket. Itt vagytok, viszitek a fáklyát. Micsoda rettenetes érzés lehet ez egy kizárólag lájkokat gyűjtő, a virtuális ketrecbe önmagát bezárt hazaárulónak. Milyen érzés lehet ez Vona Gábornak és társainak, akik már tavaly keresztet vetettek ránk, amikor még zászlót sem bontottunk. És azt mondták, hogy semmi esélyünk, hát nincs pénzünk, nincs mögöttünk hatalmas médiabirodalom, nincs több milliárdos állami támogatásunk, nincsenek oligarchák közöttünk. De Gábor, elfelejtetted, hogy honnan indultatok. Ők elfelejtették azt, hogy mi ugyanúgy az utcáról vittük be őket a Magyar Országgyűlésbe. És ugyanúgy, ha ti 300-an, de még jobb, ha lesztek legalább 3000-en, akik innen hazamentek az ország különböző pontjaira, és ugyanazt a munkát végzitek, amit eddig is végeztünk, mert a magyar embereket nem csak fegyverrel nem lehet legyőzni, de a virtuális térben sem lehet legyőzni. A magyar emberekre ugyanúgy keresztet vetettek, a magyar nemzetet süllyesztőbe szeretnék már dobni, mint ahogy a jobbikos árulók ránk vetettek keresztet, és próbáltak nekünk gyors bukást megjósolni. De a magyar nem ilyen fajta. Nem csak nem fél az ágyúszótól,
éppen néztem, vidáman kerékpározó magyar emberek még csak meg sem rezzentek, pedig elég nagy hangja volt ennek az ágyúnak. Nem csak a vérünkben van a honvédelem, nem csak katona nemzet a magyar, hanem egy gondolkodni képes nemzet. Egy olyan gondolkodni képes nemzet, amely be fogja azt bizonyítani, hogy képes legyőzni nem csak a szovjet tankokat, hanem képes legyőzni a bankokat, képes legyőzni a Zuckerbergi világot, képes legyőzni azt a virtuális világot, amely most is ugyanúgy el akarja pusztítani a nemzetünket, mint a tankok 1956-ban. És csoda lesz, amikor győzni fogunk. Csoda lesz, de ez a győzelem, ez be fog következni. Nem biztos, hogy holnap, nem biztos, hogy 2022-ben, nem biztos, hogy 2030-ban, de akkor is küzdenünk kell. Akkor is küzdenünk kell, hogyha semmi más nem érünk el, csak a gyermekeink, az utódaink, a mai tizenévesek, a mai gyerekek számára megmutatjuk azt, hogy a tisztességes út is létezik, hogyha politikáról, a hazánkért való harcról van szó. Nekünk akkor is folytatnunk kell a megkezdett utat, akkor is folytatnunk kell a munkát, mert a csoda el fog jönni. És Márai Sándor a csodáról is ír a Mennyből az angyal című versében. Azt írja, angyal, te beszélj a csodáról. Mondd el, mert ez világ csodája. Egy szegény nép karácsonyfája. A csendes éjben égni kezdett. És sokan vetnek most keresztet. Földrészek népe nézi, nézi. Egyik érti, másik nem érti. Angyal, vidd meg a hírt az égből. Mindig új élet lesz a vérből. Fejezi be Márai Sándor a versét. És ez a vers, ez nem csak az ellenségeinknek szól, nem csak az árulóknak szól, ez a vers szól azoknak is, akik nem hisznek a csodában. Szól bizony azoknak, akik, amikor Európáról beszélnek, és magyarságról beszélnek, akkor időnként felveszik a mi mondatainkat is, aztán amikor leveszik az ünneplőt, leveszik az öltönyt, utána luxus jachtokon, bekokainozva hemperegnek. És magukat, amikor nemzetünnep van, akkor nemzetinek vallják. Ez a vers nekik is szól. Ez szól, ha úgy tetszik, ha már nevén neveztem az árulókat, akkor ez nem csak a jobbikosoknak, akik hazaárulók, hanem szól a képmutatóknak. Szól azon farizeusoknak, szól a Fidesz azon vezetőinek, akik így élnek. Akik bort isznak és vizet prédikálnak. És ez a vers, az 1956-ról írt márai vers végül szól nekünk is. Szól nektek, szól önöknek, szól azoknak, akiket nem az elmúlt másfél év szele fújt össze, hanem sok évtized közös harca. Amikor Novák előtt felkonferálja a mellettem felszólalókat, akkor azt is tudni kell, hogy a betyársereggel az alapítás pillanatától egy az utunk, a 64 vármegyei ifjúsági mozgalom alapítójaként nyilván egy az utunk, ezek nagyon hosszú utak. Ezért nem sikerült minket elpusztítani, ezért erősödünk, ezért egyre erősebb a Mi Hazánk mozgalom, ezért mutattuk meg már több megyében, hogy nemhogy a parlamenti küszöböt átléptük, hanem a 9%-ot is, és ezért nem fog minket legyőzni a virtuális tér sem. Mert mi nem virtuális barátok vagyunk. Mi nem a Facebookon lettünk barátok tegnap. Minket összeköt a hazaszeretet. Összeköt ez a közös
tisztességes, becsületes harmadik út. Mi akkor is megyünk ezen az úton tovább, ha az egyik oldalról fenyegetnek, a másik oldalról pedig mézes madzaggal kínálnak minket. Mi megyünk tovább egyenesen. Ezen az úton, ezen a bajtársi úton. És ahogy Márai Sándor, én is ugyanúgy szeretném befejezni. Angyal, vidd meg a hírt az égből. Mindig új élet lesz a vérből. Ez az új élet, most mi leszünk. Köszönöm.